Ultrahang készülékre gyűjt a Debreceni Egyetem különleges orvos és mentőcsoportja. A szervezetnek nélkülözhetetlen ez az eszköz, amihez legolcsóban és körülbelül 4,5 millió forintos áron lehet hozzájutni. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán dr. Kis Csaba házi orvos. Köszöntöm Csaba itt a stúdióban. Köszönöm a lehetőséget. Többször is beszélgettünk már ebben a műsorban, csak más téma kapcsán. Bizonyára sokan tudják akár önnel kapcsolatosan is, hogy tagja ennek a mentőcsoportnak. Mióta egyébként? Én már körülbelül 11-2 éve. Igen, ott körül. Még egyetemistaként, harmadéves egyetemistaként csatlakoztam be a Debrecen Egyetem különleges orvos és mentőcsoportjának a működésébe, és azóta is tevékenyen részt veszek gyakorlatilag minden programban, úgy az itthoni programjainkban, mint a külföldi mentőakciók során. Ezt meg tudja fogalmazni, hogy miért vált a csoport tagjává? Látta, egyáltalán tudta, hogy mit csinálnak? Hát az egész úgy indult, hogy a mentőcsapatunk oktat a Debreceni Egyetemen. Van egy bevezetés a speciális mentésbe című tantárgy orvostanhallgatók számára, és orvostanhallgatóként én is részt vettem ezen a tantárgyon, és annyira megtetszett az egész téma, amiről szólt, hogy később szerettem volna én is a munkámmal segíteni a csapatnak a működését. Erre volt lehetősége, ugye már nem egyszer. Igen, szerencsére. Úgyhogy gyakorlatilag már egyetemistaként is be tudtam csatlakozni, és úgy, tehát az itthoni karitatív munkákban vettem részt először. Ugye Magyarországon elsősorban karitatív tevékenységeket végzünk, úgy, mint gyermekotthonokat látogatunk, adományokat gyűjtünk rászorulók számára, szűrőprogramokat végzünk. A Tanya program keretében a periférián élőknek igyekszünk rendszeresen segítséget nyújtani, illetve hát, ahogy említettem, oktatunk a Debreceni Egyetemen orvostanhallgatókat. Külföldön pedig az ilyen nagyon súlyos nemzetközi összefogást igénylő katasztrófa helyzetekben szoktunk menni segíteni. Ami miatt most főként beszélgetünk, ugye az egy olyan speciális eszköz, amelyre a csoportnak szüksége lenne, egy mobil eszközről van szó, de még mielőtt erre áttérünk, én a humán erőre szeretnék rákérdezni, hogy az elegendő, az megfelelő, van-e elegendő szakember, akire tudnak számítani? Nyilván mindig jó, hogyha több ember van, de alapvetően azt tudom mondani, hogy megfelelő mennyiségű humán erőforrás áll rendelkezésünkre, és ezt gyakorlatilag az utóbbi 15 évben folyamatosan biztosítani tudtuk. Tehát igazság szerint a működésünknél, az itthoni munkáknál nagyon sok emberbe tudunk vonni. A külföldi mentésekre jóval kevesebben szoktunk elmenni, de ott nem is az a cél a mi csoportunk esetében, hogy nagyon nagy létszámban képviseltessük magunkat, hanem az, hogy kisebb mentőegységként hatékonyan tudjunk eljutni olyan helyekre is, ahová nagy logisztikát igénylő mentőcsapatok esetleg nem juthatnak el. Nepálba is például, amikor a földrengés után dolgoztunk, mi egy olyan helyre mentünk el, ahová az előttünk lévő mentőcsapatok közül senkit nem tudtak elküldeni. Most mi ez az eszköz konkrétan, amire a csoportnak szüksége van? Volt ugye ilyen eszközük, csak az elromlott. Igen, eddig is volt nekünk egy ilyen mobil ultrahang készülékünk. Nyilvánvalóan tehát magát az ultrahangot azt alapvetően nem kell szerintem senkinek megmutatni, mert az élete folyamán szerintem mindenkiről többször is készül különféle ultrahang felvétel a kórházakban. Ez egy olyan speciális változata, ami kisméretű, emiatt könnyen szállítható, és terepen is nagyon jól használható. Ugyanis, tehát most képzeljenek el egy olyan helyet, ahol földrengés mondjuk egész városrészeket, városokat, falvakat döntött romba, összedőltek a kórházak, és az ilyen
számunkra alapvetőnek tűnő diagnosztikai eszközök sem állnak rendelkezésre, miközben a sérültek száma meg nagyban meghaladja a segítségükre érkező szakembereknek a számát. Ilyenkor egy ilyen számunkra hétköznapinak tűnő készülék is ott gyakorlatilag életeket menthet, illetve ezek segítségével tudjuk sokszor eldönteni, hogy például műtéti beavatkozásra szükség van-e. Tehát mondjuk van egy komolyabb trauma, rádől valakire egy fal, egy épület, kiszedik a romok közül, ugye nincsen, nem áll rendelkezésre se MR, se CT, se ugye még ultrahangkészülék sem. Ilyenkor ez az eszköz, amit mi el tudunk vinni a helyszínre, az nélkülözhetetlen, hogy megállapítsuk azt, hogy van-e valami olyan belszervi sérülés, ami esetleg műtéti megoldást igényel. Milyen módokon tudnak segíteni önöknek, akik szeretnének? Hát alapvetően ugye most ezt a körülbelül 4,5 millió forintos összeget szeretnénk összegyűjteni. Az egyesületünknek a honlapján, a decom.hu weblap címen megtalálható minden információ az egyesületünkről, az eddigi munkáinkról, és itt van egy számlaszám, ahová tudnak esetlegesen pénzt utalni. Azt szeretnénk kérni, hogy aki szeretne nekünk segíteni, tehát tud segíteni ebbe a gyűjtésbe, mert a megjegyzés rovatban mindenképpen írja be az ultrahang szót, hogy tudjuk, hogy az adományát azt erre szánta. Mert nyilván ugye sok projektünk van folyamatban, folyamatosan gyűjtünk az egyéb karitatív tevékenységeinkhez, úgyhogy aki kifejezetten erre a célra szeretne adományozni az egyesületünknek, akkor ezen a módon tud elsősorban segíteni nekünk. Egyébként, hogyha most ezt leszámítva tekintjük mondjuk az önök eszközállományát, vagy amit azonnal használni tudnak, az milyennek mondható? Alapvetően igazándiból elégedettek lehetünk vele, tehát egy több 10 millió forintos eszközállománnyal rendelkezik a mentőcsapatunk, úgyhogy igazándiból nagyon hatékonyan tudunk dolgozni mind itthon, mind külföldön. Volt eddig is ilyen ultrahang készülékünk, de hát több mint 10 évet szolgált már nálunk, és megjárt jó pár országot, jó pár kontinenst, úgyhogy egyszerűen elhasználódott, és már nem lehet megszerelni, de a többi készülékünkkel azt lehet mondani, reméljük ez így is marad, hogy minden rendben van. Pillanatnyilag azt mondhatom, hogy ez a legfontosabb dolog, amire tényleg szükségünk lenne ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjuk végezni a munkánkat. Ugye itt a csapatnak, a csoportnak a nevében is ugye szerepel a Debreceni Egyetem, tehát az alapvetően az ember azt gondolja, hogy ugye erre a régióra fókuszálnak főként, de hát hogyha baj van, akkor, mint említette is, elmennek akármilyen messzire. Kis hazánkban önökhöz hasonló csoport van, ha van, akkor mennyire jellemző, hogy így összeállnak szakemberek, hogyha tudnak, segítsenek? Alapvetően van sok egyesület, illetve ilyen speciális mentőcsapat az országban, de ezek a mentőcsapatok rengetegféle profillal rendelkeznek. Vannak, akik hegyi mentésben, barlangi mentésben jeleskednek inkább, van, akik ugye kutyáskeresés, eltűnt személy keresésében sokkal jobban. Nekünk igazándiból ez a úgymond a specialitásunk, hogy egyrészt képzünk orvostanhallgatókat ilyen téren, hogyha jól tudom, ilyet más nem nagyon csinál, főleg nem egyetemi oktatás keretében, tehát ez nemzetközi szinten is gyakorlatilag egyedülállónak tekinthető ez a dolog. Másrészt pedig azért ilyen, hogy hosszú távon, éveken keresztül ilyen nagy nemzetközi katasztrófáknál ott legyenek magyar mentőcsapatok, azért ezt sem sokan mondhatják el magukról. És a végére annyit szeretnék csak megkérdezni, hogy akkor most nincs ultrahangkészülékük. Van egy, ami használhatatlan sajnos, és már nem is lesz használható soha többet. De amit használni tudnának akár olyan holnap, nincs. Ha kell, akkor... Remélem, hogy sokan úgy figyeltek ránk most erre a beszélgetésre, hogyha lehetőségük engedi, akkor meg is teszik a segítségnyújtást. Én köszönöm, hogy itt volt és tudtunk beszélgetni. Én köszönöm.